Halihó! Ebben a videóban arról fogok mesélni nektek egy kicsit, hogy miből is áll az én munkám, és mennyi pénzt kerestem vele tavaly. Tartsatok velem! Az az igazság, hogy egy kicsit izgulok emiatt a téma miatt, de három okból szerettem volna beszélni róla. Van egy rakás jegyzetem hozzá. Az egyik az az, hogy decemberben elkezdtem én is aktív lenni a Threads-en, és elég sok poszt jött szembe azzal kapcsolatban, hogy bloggerek, vloggerek mennyi pénzt keresnek külföldi tartalomkészítőktől, vagy influencerektől. És rájöttem, vagy ez így ráébresztett arra, hogy tényleg mennyi pénz lehet ebben, amit nyilván eddig is tudtam, úgy lebegett ott valahol, vagy úgy hátul egy ilyen fiókban megvolt ez az info, de nagyon ritkán beszélnek az emberek konkrét számokról, hogy ez mit is jelent, és ez nekem így nagyon informatív volt, meg inspiráló, motiváló, és eldöntöttem, hogy tényleg komolyabban fogom venni ezt a munkát. És úgy éreztem, hogy ennek az első lépése amit angolul úgy hívnak, hogy accountability, hogy felelősséget vállalok gyakorlatilag a munkámért, meg a bevételeimért, a kiadásaimért, és ehhez ugye szükség volt arra, hogy összeírjam, hogy hogyan is nézett ki a tavalyi év, mire költöttem, mi jött be, mire mennyi időt és energiát szántam. És arra gondoltam, hogy ha ezt már megcsinálom, akkor megmutatom, vagy elmesélem nektek is ezeket a dolgokat, mert lehet, hogy számotokra is érdekes lehet. És itt jövünk a második ponthoz, vagy okhoz, amiért felveszem ezt a videót, ami az, hogy én úgy érzem, hogy nagyon sok a téves info odakint az influencerekkel kapcsolatban. És ennek egyik nagyon jó szemléltetője az, hogy már azon is fennakadtam, hogy mi legyen ennek a videónak a címe, vagy úgy egyáltalán azon, hogy magamat minek nevezem, hogyan tekintek magamra, influencerként vagy tartalomkészítőként. A tartalomgyártóról ne is beszéljünk, attól a fogalomtól így kiráz a hideg, mert hogy általában azért ugye ezek egyemberes tevékenységek, és a gyártó szóról nekem egy ilyen óriási üzem ugrik be, ami azért megegyezhetünk abban, hogy a két dolog nem annyira összeegyeztethető. De a tartalomkészítő és influencer fogalmakat is én az én fejemben úgy különböztetem meg, hogy a tartalomkészítő az márkáknak készít tartalmakat, videókat, fotókat, szöveget, amelyeket ők a saját felületeiken fel tudnak használni, és gyakran ugye nem is tüntetik fel sehol a készítőnek a nevét. Az influencernek ezzel szemben a saját élete, úgymond a terméke, énmárkája van, azt mutatja meg, hogy hogyan éli a mindennapjait, miket használ, és így közvetve, vagy közvetlenül, tudatosan, vagy nem annyira, arra inspirálja az embereket, hogy megvásároljanak bizonyos dolgokat. És én a tartalomkészítő szót jobban szeretem, de az az igazság, hogy nem az vagyok, mert én nem dolgozok így márkákkal, barter együttműködéseim szoktak lenni, de az is ugye az én márka kategóriájába esik, úgyhogy én gyakorlatilag egy mikroinfluencer vagyok. Ami miatt fenntartásaim vannak ezzel a szóval kapcsolatban, az, hogy főleg a magyar nyelvterületen ez eléggé egy úgymond citokszónak, vagy citokszóvá vált, és az emberek többsége hallani sem akar róluk, vagy ilyen úgy követi őket, hogy így gyakorlatilag titokban gyűlöli, vagy hogy mondjam, így mocskolja őket. De ennek az oka szerintem az, hogy sokan azt hiszik, hogy az influencerek nem dolgoznak, csak egész nap ülnek és várják a sült galambot, mindent ingyen kapnak, csak úgy dől nekik a pénz. És nem mondom, biztos, hogy vannak
ilyen emberek is. Nekem is volt olyan barter együttműködésem, amibe beletettem egy csomó időt, meg energiát, hogy tényleg egy vagány poszt legyen, és amikor kitettem, rájöttem, hogy ugyanazt a terméket ugyanakkor kiküldték még kb. 100 embernek, és a 100-ból mondjuk 95 úgy oldotta ezt meg, hogy készített egy selfit a termékkel, vagy simán egy telefonos fotót feltett sztoriba. És nem mondom, ez azért számomra is csalódás volt, de tanultam az esetből. Amit ezzel viszont mondani akarok, az, hogy szerintem a legtöbb tartalomkészítőnek és mikroinfluencernek azért nem ez a tapasztalata, hogy csak úgy dőlnek a bevételek, a megkeresések, az ingyen cuccok. És ennek ugye két oka van. Az egyik az, hogy a cégek sajnos még mindig nagyon sokat adnak a számukra, ami bizonyos szempontból érthető, de nem sok értelme van, mert manapság azért mindenki tudja, hogy lehet követőket vásárolni, szóval nem jelent semmit az, hogyha valakinek ott szépen írja Instagramon, hogy 10, 20, 30, 100 ezer ember nézi a tartalmait, főleg, hogyha megnézed, hogy gyakorlatilag tényleg hányan lájkolják mondjuk a posztjaikat, és nagyon sok esetben nem egyezik a kettő, ezért is élnek sokan, amióta ez lehetőség, azzal az opcióval, hogy nem tüntetik fel, hogy hányan lájkolták az adott posztot. A másik ok meg az, hogy a cégek sem veszik még komolyan annyira az influencereket, vagy hát nem látják annyira hasznát ennek a dolognak, pedig hogyha belegondol az ember, akkor rengeteg pénzt spórolhatnak, akár azzal, hogyha egy influencerrel, akár azzal, hogyha egy tartalomkészítővel dolgoznak, hiszen a legtöbb esetben ezek az emberek úgymond one man show-k egyedül csinálják meg azt, ami normális esetben egy író, egy rendező, egy operatőr, egy vágó, egy hangmérnök feladata lenne, hogyha mondjuk egy reklámfilmről vagy egy kis videóról beszélünk. Nem vagyok naív, nem gondolom, hogy ezzel a kis monológgal akkor bárkiben is megváltoztattam volna azt, hogy hogyan érez az influencerekkel kapcsolatban, és azzal én is egyetértek, hogy a mi feladatunk, mármint a fogyasztók feladata, hogy felelősségre vonja az influencereket olyan szempontból, hogy egyrészt ne adjanak el nekünk marhaságot, legyenek következetesek, és teremtsenek értéket a tartalmaikkal, de ugye rajtunk múlik az, hogy kiket követünk, kikkel interakcionálunk, és az az igazság, amit az emberek többsége szerintem nem lát be, hogy ha úgy beszélünk valakiről, hogy szídjük őket, az is ugye a rossz reklám is reklám alapon arra biztatja az algoritmus, hogy tovább nyomja őket fel, és még több embernek megmutassa őket. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy gazdálkodjatok jól azzal, hogy kiket követtek, mit lájkoltok, mit osztotok meg. Na, de ennyit az influencer jelenségről. A harmadik oka annak, hogy ezt a videót felveszem, kapcsolódik a másodikhoz, és az, hogy tavaly valaki oda kommentelte egy posztom alá, hogy régen annyira kedves voltam, és amióta elszaladt velem a szekér, azóta nem lehet velem beszélni. És most nem menjünk abba bele, hogy ez az illető régen sem ismert engem, és most sem ismer, és csak azért, mert megosztok dolgokat az életünkről, igazából fogalma sincs róla, hogy én milyen vagyok amúgy a valóságban. De ezen túl is azóta is gondolkodom azon, hogy mire gondolt? Mi az, hogy elszaladt velem a szekér? Úgyhogy most gondoltam, hogy alkalmat adok nektek is arra, hogy egy kicsit jobban bele tudjatok pillantani az én szekerembe, úgymond, hogy miből is áll a munkám, és milyen előnyeim származnak ebből. Szóval négy részből fog kb. Állni ez a videó. Az egyik az, hogy miből is áll a munkám, a második az, hogy milyen kiadásaim voltak, mennyi pénzt fektettem ebbe, a harmadik az, hogy milyen együttműködéseim voltak, és a negyedik az, hogy konkrétan mennyi bevételem volt ebből. 2011 óta írok blogot, és az Instával olyan 2018 óta foglalkozom komolyabban, de csak 2022-ben döntöttem el, hogy akkor én ezt
tényleg azt szeretném, hogy ez legyen a munkám, fotózni, videózni, írni akarok, és akkor annak az évnek az őszén kezdtem el YouTube videókat is készíteni, aztán ugye várandós lettem, ott kiesett egy időszak, szóval ez lesz az első évem, amikor a teljes évem, amikor úgy tényleg ezzel tudok foglalkozni, bár ezt is ugye úgy, hogy főállásban azért továbbra is anyuka vagyok. Az Instagram, a YouTube és a blog mellett, ahova hát most már lassan egy éve egyébként nem nagyon írtam, jelen vagyok Patreonon is, ahol az emberek közvetlenül támogatni tudnak engem, illetve ahogy mondtam, december óta Threadsen is. Facebookon nem nagyon vagyok aktív, oda csak át szoktam osztani a más posztjaimat a blogról vagy a YouTube-ról, és idén elhatároztam, hogy TikTokon is ismét többet fogok posztolni, de ez nem sikerült, egy videó jött össze, és azzal fel is adtam, bár Instagramra több reelt készítek, és az volt a tervem, hogy átosztom őket, de ezt így elengedtem, úgy éreztem, hogy most ez nem fér bele. Ezen kívül van még ugye a Libikoka podcast is, aminek remélem, hogy hamarosan fel tudjuk venni az új évadát, de ezt sem számolom a munkáim közé, bár ugye ez is tartalomkészítésnek minősül valamilyen szinten. YouTube-ra heti egy videót készítek általában, van amikor kettőt, és hogy egy picit elmeséljem, hogy ez miből is áll, egy 15-20 perces napi vloghoz általában kb. 2 óra nyers anyagom van, ami azt jelenti, hogy ugye 2 órát ahhoz már filmeztem, akkor ahhoz még szoktam zenét keresni, ami kb. Általában egy fél óra, hogy megtaláljam azt, ami a legjobban passzol szerintem hangulatban. Aztán meg kell vágni azt az anyagot, ami szintén általában olyan 2-3 óra, utána még meg kell írni hozzá a szöveget, el kell készíteni a borítóképet, és aztán meg megosztani YouTube-on, meg a különböző más platformokon. Szóval egy ilyen 15-20 perces videóból, vagy videót elkészíteni gyakorlatilag egy olyan 8 órás munka, de ez nyilván nagyon változó. Ez az ilyen leülök a kamera elé beszélgetni videó kategória valamivel gyorsabb, könnyebb a vágása, meg nem kell hozzá zenét választani, de ugye ebben az esetben az ötleteimet, a gondolataimat leírni, tehát maga az előkészülés az sokkal több időbe telt, meg kiválasztani, hogy hol vegyem fel azt a sarkot, egy picit elrendezni, sminkelni, eldönteni, hogy mit fogok felvenni, szóval ezek is ugye úgy hozzátartoznak, és ha már ugye beszéltünk a stábról, egy tévés felvételen ugye ezeket a dolgokat megcsinálja neked valaki más, a díszletet is, a sminket is, hogyha egy nagyobb produkcióról van szó, de az influencerek meg a tartalomkészítők esetében ugye ezt is mind ugyanannak a személynek kell elkészíteni. Hogyha meg egy napi vlogot vesz, vagy egy heti vlogot veszünk mondjuk, ami általában egy órás szokott lenni, vagy annyit láttok ti belőle, az tényleg majdnem egy teljes heti munka, mert ugyanúgy kb. Egy nap 2 órát filmezek, és ugyanannyi idő legalább megvágni is, szóval úgy minden mellett, meg főleg így, hogy csak részidőben tudok foglalkozni vele, azzal nagyon sok idő eltelik. Ha meg a blogbejegyzéseket vesszük, ott is egy hosszabb szöveget megírni azért több óra, de hogyha például egy kapszula gardróbos bejegyzést nézünk, amihez rengeteg fotót is készítettem, az általában egy olyan 1-2 napos meló, mert ugye a fényviszonyokat is kell nézni, nem mindig tudom az összes fotót elkészíteni ugyanazon a nap, és akkor utána még meg kell azokat a fotókat szerkeszteni, a szöveget megírni, ugyanúgy megosztani mindenhová, értitek? Ezen kívül meg a Patreonra is szoktam exkluzív tartalmakat készíteni, igyekszem egy hónapban legalább egyet, ami vagy egy fotós bejegyzés, vagy egy videó, és ott a különböző, vannak ilyen különböző tagsági csoportok, úgymond, vagy tagsági kategóriák, és kettőhöz jár postán küldött képeslap is, azokat is ugye meg kell elkészítenem a fotót, megszerkesztenem a szöveget, megírnom hozzá, elküldenem a képeslapot, illetve
grafikusokkal is szoktam kollaborálni, minden hónapban készítenek digitálisan letölthető háttereket, amelyeken egy általam kitalált szöveg jelenik meg, és ugye ezt is mind le kell menedzselni, megkeresni az adott grafikust, megbeszélni vele a részleteket, stb. Tehát ez a Patreon része. Gyakorlatilag ebből áll ugye az én munkám, ehhez hozzájön még ugye az Instagram, ahová szintén fotókat, videókat osztok meg, és a Threads-et azt nem fogom ebbe beleszámolni, mert az inkább kikapcsolódás szinten megy. Bár nem tudom teljesen elválasztani, mert az az igazság, hogy jelenleg ott növekedek a leggyorsabban, és átjönnek oda az emberek Instagramra, meg YouTube-ra is, amiért nagyon hálás vagyok, de hogy ugye ilyen szempontból azért már ez is belefolyik a munkámba. Na, de hogy beszéljünk egy kicsit konkrét számokról is, összeírtam magamnak, meg nektek is, hogy mennyi pénzt fektettem ebbe az egészbe a 2023-ban. Az egyszerűség kedvéért euróban fogom mondani az összegeket, úgyhogy majd mindenki átszámolhatja magának, hogyha szeretné. A blogom az WordPress-en van, amiért 105 eurót fizettem, illetve a doménhez még hozzájön 24 euró. A zenéket Epidemic Soundsról vettem, ami 17 euró egy hónapra, de tavaly év végén kezdtem el használni, szóval erre 51 eurót költöttem. A YouTube videók borítóképeit, meg a podcasthez is például a kreatívokat Canvában szoktam elkészíteni, amiért szintén fizetek, bár az ingyenes verziónak is nagyon sok előnye van, meg rengeteg dolgot meg lehet ott is csinálni, de nekem van egy éves előfizetésem, amit tavaly valamikor az év közepén kezdtem, tehát 2023-ra 55 euróba jött ki. Akkor van egy Adobe előfizetésünk Henryvel közösen, aminek emiatt csak felét számoltam, ez 180 euró volt. Képeslapokra a Patreon támogatóimnak kb. 100 eurót költöttem tavaly, ugyancsak számukra illusztrációkra, tehát magyar grafikusoknak kifizettem kb. 350 eurót. Az új logóm 164 euróba készült, a logóból készült intro, amit itt a YouTube csatornámon használok, az 60 euró volt. Készítettünk ősszel egy bemutatkozó videót is szintén a csatornámra, ami kb. 100 euróba jött ki, illetve vettem egy állványt is a telefonomnak, amivel filmezek, ami 20 euró volt, de már kb. Tönkre van menve, úgyhogy ez nem volt egy annyira jó befektetés. Ezeket, hogyha összeadjuk, akkor az jön ki, hogy 1209 eurót költöttem a vállalkozásomra, vagy a munkámra, ennyit fektettem be 2023-ban. Ami az együttműködéseket illeti, én is kicsit meglepődtem, amikor végigpörgettem őket, hogy tavaly csak 3 volt, valamiért azt gondoltam, hogy több, de ugye a szülés meg a gyermekágy miatt kiesett azért egy időszak az évből, úgyhogy ott nem kollaboráltam senkivel, illetve bejön ide még az is, amit az elején mondtam, hogy én kicsinek számítok, úgymond, emiatt nem igazán szoktak megkereséseim lenni. Ezek az együttműködések is mind úgy születtek meg, hogy én írtam az adott vállalkozásoknak, hogy szeretnének velem együtt dolgozni, és ezen a 3-on kívül még sokkal többnek írtam, de ők válaszoltak. Nem azt mondom, mert előfordul az is, hogy engem keres meg valaki, de tavaly ebből, vagy ilyenekből nem született semmi. A 3 együttműködés viszont, ami megvalósult, az volt februárban egy kézműves kisvállalkozással, akitől fali díszeket kaptam, de vásároltam is az illetőtől még pluszba. Aztán volt az Adamóval, akiktől Leo hintáját kaptuk, de tőlük is például az állványt, azt mi vettük meg. Illetve volt a Bambuliktól, akiktől azt hiszem, hogy ilyen 5-6 pelust kaptunk kb. És kedvezményt a vásárlásainkra, mert azért elég sok pénzt is elköltöttünk náluk. Szóval ebből már látjátok, hogy olyan vállalkozásokkal
dolgoztam együtt tavaly, meg egyébként is mindig csak olyanokat vállalok el, akiktől amúgy is vásárolnék, meg gyakran meg is teszem. És ahogy mondtam, ezek barter együttműködések voltak, ami azt jelenti, hogy terméket kaptam a munkámért cserébe, tehát pénzbeli juttatásban ezért nem részesültem. Na, de akkor mondjam el azt is, hogy mi volt a bevételem. Hát az első és a legnagyobb az Patreonról jött, és ugye minden videó végén felszoktam tüntetni, hogy kik a támogatóim, de ezúton is meg szeretném köszönni nekik, hogy ott vannak, és nem csak időt és energiát szánnak a tartalmaimra, hanem anyagi befektetést is, amire tudom, hogy nem mindenkinek van lehetősége, és nagyon-nagyon fontosak a más fajta támogatások is, az aktív jelenlét, a kommentelés, a lájkolás, ugye ezt is mindig el szoktam mondani, tehát legyünk őszinték, azért lájkokkal még senkinek nem sikerült kenyeret venni, úgyhogy tényleg elmondhatatlanul hálás vagyok ezeknek az embereknek, hogy pénzt is áldoznak rám, és tőlük tavaly a levonás után, mert ugye a Patreon is azért zsebre tesz valamennyit ezekből az összegekből, 640 eurót inkasszáltam, szép magyar szóval élve, és ezen kívül egyetlen másik bevételem volt, tartottam össze egy előadást és egy workshopot egy Erasmus Plus rendezvényen, amiről vlogoltam is, vagy hát egy napi vlogban benne volt, és ezért szintén a levonások után 100 euró ütötte a markomat. Szóval, hogyha ezt a két dolgot összeadjuk, akkor az ugye 746 euró, ami egy egész évre lebontva, ugye azért nem akkora nagy összeg, de hogyha kivonjuk ebből a kiadásaimat, akkor kijön, hogy a 2023-as bevételem a munkámból az mínusz 463 euró volt. És hát igen, ebből már láthatjátok, hogy én nem az a kategóriájú influencer vagyok, aki egyrészt mindent ingyen kap, vagy aki számára csak úgy dől a pénz, és ne értsetek félre, egyáltalán nem panaszkodni akarok ezzel. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom. Nagyon-nagyon hálás vagyok Henrynek is, hogy ő gyakorlatilag eltart, meg hogy az ő munkája lehetővé teszi azt, hogy az enyém ne behozzon a háztartásunkba, hanem gyakorlatilag kivigyen belőle. Illetve azzal is tisztában vagyok, hogy vagy én úgy álltam ennek az egésznek neki, hogy ez egy maraton, nem egy sprint, organikusan építem fel az összes platformomat, nem vettem soha követőket, néhányszor használtam mondjuk ilyen boostokat, hogy Instagramon egy kicsit jobban megnyomjak posztokat, de őszintén nem sok előnye származott, sőt az az igazság, hogy azután még jobban visszaszoktak esni az elérések, úgyhogy ezt fel is adtam. Szóval mindenki, aki engem követ, azt saját szabad akaratából teszi, és Instagramon például az elmúlt másfél évben lehet, hogy emiatt is abszolút nem volt növekedés, de nem bánom, mert úgy érzem, hogy akik ott vannak, meg akik itt vannak YouTube-on, azokkal tényleg egy hullámhosszon tudunk lenni, és nem vágyom arra, hogy százezrek kövessenek, csak azért, hogy ott legyenek, mint szám, akkor, hogyha nem tudok nekik értéket nyújtani, mert hát ez az elsődleges célom. De ennek ellenére azért ott lebeg a szemem előtt, hogy szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a kis családunk fennmaradjon, és szeretném a munkámat fenntarthatóvá tenni, ilyen anyagilag is, olyan szempontból, hogy hozzon be pénzt, ne csak vigyen, és hogy ne legyen Henryn akkora nyomás, hogyha mondjuk neki valami miatt megszűnik a szerződése, beteg lesz, nem tud dolgozni, kirúgják, stb., akkor gyakorlatilag az összes, vagy szinte az összes bevételünk megszűnik. Úgyhogy emiatt azért szeretnék idén jobban fókuszálni a munkámra, meg komolyabban venni, mind a mellett, hogy továbbra is ugye az anyaság fogja a legtöbb időmet elvenni.
Ezért azért szeretnék Instagramon is például ebből a kis gödörből kimozdulni idén, és abban reménykedek, hogy sikerül most már végre egy picit növekedni, úgyhogy elkezdtem ott több reelt készíteni, ami tudom, hogy sokaknak nem szimpatikus, de az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy most ezt szereti az algoritmus, úgyhogy hogyha az ember haladni akar, akkor muszáj egy picit az ők szabályaik szerint játszani. Illetve remélem, hogy itt YouTube-on is sikerül majd bekapcsolni idén a monetizációt, amihez ugye szükség van 1000 feliratkozóra. Már nagyon-nagyon közel állunk, amit köszönök nektek. Hogyha nem tudjátok, akkor ez azt jelenti, hogy az alkotó egy bizonyos kis összeget kap a nézettség után. Ez a ti oldalatokon nem nagyon fog változást jelenteni, valószínűleg ugyanannyi, meg ugyanazokat a típusú reklámokat fogjátok látni, mint eddig is, úgyhogy nem fogtok semmit veszíteni, de azok az alkotók, youtuberek, vloggerek, akiket szerettek, nekik ez nagyon sokat tud jelenteni. Ezen kívül szeretném a blogomat is egy kicsit felpofozni, optimalizálni, és készülök arra, hogy ismét aktívabb legyek majd ott is. Nem tudom, hogy ez idén bele fog-e férni, de szeretném úgy megtartani igazából, és optimalizálni olyan szempontból, hogy ne csak mondjuk Instáról menjenek át oda, vagy Facebookról az emberek, hanem olyanok is rá tudjanak találni, akik egyébként nem ismernek. Egy másik tervem idénre az az, hogy a Pinterestet elkezdjem használni, nem csak úgy, ahogy meg szoktam mutatni nektek, hogy inspirációt keresek ott, hanem arra is, hogy megtaláljanak azon keresztül engem is az emberek, megosszak ott fotókat, mondjuk a blogbejegyzésekből, de hát ez is egy ilyen külön szakma gyakorlatilag, vagy hát a digitális marketingnek egy ilyen külön alága, amiben még nem ástam bele magam, de remélem, hogy idén erre lesz lehetőségem, illetve szeretnék majd ezeken kívül más bevételi forrásokon is gondolkozni. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy mik a terveim idénre, hogy lássátok, hogy nem megyek sehova, és lehet, hogy többet fogok ezután beszélni, vagy több úgymond szakmai tartalmat megosztani. Tudom, hogy nagyon szeretitek a vlogokat, meg a ruhás videókat, és azok sem mennek sehová, de úgy érzem, hogy komolyabban kell egy kicsit vennem ezt az egészet, és tényleg munkaként tekinteni rá, még akkor is, hogyha jelenleg csak részidős munkát jelent, de most már 2011 óta, hogy azt veszük, hogy mikor nyitottam el a blogot, nagyon sok időt és energiát beletettem ebbe, és továbbra is az az álmom és célom, hogy ezzel keressek pénzt, és ezzel tudjam segíteni a családunkat, úgyhogy, ja, nincs más irány, csak előre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, vagy hogy érdekes volt. Írjátok meg kommentben, hogy ti hogyan látjátok az egész influencer jelenséget, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, és mi az, amit szerettek ebben a dologban, mi az, ami visszataszító számotokra, hogyan lehetne szerintetek másképp csinálni például, hogy ne legyenek zavaróak a reklámposztok, meg az együttműködések. Úgyhogy, hogyha van kedvetek, akkor beszélgessünk erről, és én úgy döntöttem, vagy az az elhatározásom 2024-re, hogy nem fogom összehúzni magam kicsire, nem fogok szégyenkezni amiatt, hogy ez a munkám, sőt, büszkén fel fogom vállalni, és keresni fogom a lehetőségeket. Egyébként a 2024-es moodboardomon is ez volt az egyik fogalom, amit így kitettem magam számára, hogy lehetőségek, és az a tervem, hogy aktívan fogom ezeket keresni, továbbra is írni fogok azoknak a vállalkozásoknak, akikkel szívesen szeretnék együtt dolgozni, és keresni fogom azt, hogy dolgozni fogok azon, hogy egyre sikeresebb legyek, és remélem, hogy ti is velem jöttök erre az utazásra.
Úgyhogy ennyi volt ez a videó. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!